Jó estét, sziasztok! Ez az Én vagyok te, az M2 Petőfi TV zenés show-ja, a műsor, amiben ismert magyar zenészek dolgozzák fel egymás dalait saját stílusuk szerint. Jó estét, sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. A mai adás igazán pasis lesz, hiszen a mögöttünk lévő színpadon itt lesz ma este velünk Ian O'Sullivan, de a From Palermo frontembere Harry Gonzo, valamint Nagy Ricsi is. Na de előbb adjunk a fiúknak feladatot, kérlek, húzz egyet, Marci. Nagy Ricsi kapja O'Sullivan Little Bird című számát. Jöjjön is a következő. Ez a From Palermo-tól a Jeopardy. Legyen ez ilyené. Kizárásos alapon Harry Gonzo pedig Nagy Ricsi Kit érdekel című számán dolgozhat. Meg is mutatjuk, hogy ki mit reagál a borítéknyitás után. O'Sullivan Little Bird. Ilyen elég gitáros forma, én egy kicsit billentyűsebb beállítottságú vagyok. Ez egy szerelem szám, szerelem dal, de van benne, nem tudom, én szoktam mondani, hogy kb. Én vagyok ez a dal. És ez az első dal a szóló projektemben, nagyon sokat melóztam vele. A klipben is, meg minden másban, szövegvilágban is kijön az, hogy azért ő inkább egy kicsit ilyen nyugatiasabb, előre haladottabb zenei közegből jön. Nekem ami nagyon tetszik benne, hogy hatalmas erő van a hangjában amúgy. Ez dalszöveg, azok nagyon gyorsan jött, és arról szól, hogy van benne egy boldogság és egy melankolia. Röviden benne van minden, szóval nagyon érzem, hogy ez nagyon közel áll a szívemhez. Szóval remélem, hogy nem rontja el ez a csávó. Most először csak a címet. Kit érdekel? Cím, gondolom, Nagy Ricsi. Hát engem érdekel, mert én ezt a dalt nem ismerem. Kit érdekel, hogy más mit mondod? Kit érdekel, hova raktam? Ez a dal pont egy ilyen útkeresésnek a kicsit elégedetlenségéből született, hogy én nem igazán szeretnék megfelelni már másoknak, nem számít az, hogy mit rontottam el ezelőtt, minden hibából lehet tanulni. Dallamban, dallamvezetésben, még ilyesmi, azt gondolom, hogy nem egy olyan nagyon távoli világ. Elég jó főbemászó a fő dallama, fő motivumok, és amúgy szimpatikusak a srácok és a dobos Chicago Bulls sapkában. Hogyha már csak a hangszerelését nézzük a dalnak, szóval, hogy már abból négy irány felé el lehet indulni. Szerintem, tehát ez a dubsteppes, szimfonikus, zongorás, kicsit rockos dolog, szóval, hogy bármelyik irányba el lehet vinni, de én igazából azt gondolom, hogy én annak örülnék a legjobban, hogyha teljesen kifordulna a dal. From Palermo, Jeopardy. Akkor ez persze, hogy From Palermo ez megvan. Jeopardy, ez szerintem ez, ami volt a filmben. Ilyen majdnem rap van benne, szóval ez nem a fő tevékenységem. Ezt a dalt Hartung Attilának köszönhetem nagyrészt, mert ő rendezte a FOMO című filmet, aminek ez a fő címdala lett. Ez egy tök jó dal, vannak ilyen két-három rész, kicsit rappesebb, kicsit torszítottabb, vannak breakek. Szerintem ez egy ilyen, nekem amúgy ez benne van a playlistemben, szóval ez nekem nagyon tetszik a dal. Elég monoton, elég gyors, elég darálós szöveg. Remélem, hogy nem úgy fogja énekelni, ahogy én, hanem valami egészen más dolgot fogunk hallani, mert szerintem ez szórakoztatóbb lenne. Nézők megérkeztek, itt az idő, hogy fogadjuk az este főszereplőit is. Zenekarával jön Nagy Ricsi. Egy From Palermo.
című dal feldolgozásával érkezik hozzánk Ian O'Sullivan. Harry Gonzo pedig magyar nyelven adja elő Nagy Ricsi dalát. Sziasztok! Harry, úgy tudjuk, hogy nem igazán szeretsz határidőre dolgozni, de mégis ebben a feladatban mennyire érezted ezt a nyomást? Most ez nem volt rövid, hát meg egy dal, tehát ez nekem nem kellett rajta írni, megírni semmit, szóval csak átdolgozni vagy meghallgatni. Úgyhogy most a határidő nem okozott különösebb problémát. Ilyen a Little Bird című dalodnak van egy magyar nyelvi változata is. Miért született meg így két verzióban ez a szám? Itt Magyarországon élek, és jobb lenne a kapcsolat az emberekkel, amit én régóta nyomom az angol nyelven színpadon, a mindenféle verzióban, és szerintem ez mindig éreztem, hogy ilyen super power, hogy itt lehet saját nyelven, ha akarsz valami őszintén mondani, akkor néha az anya nyelven jó lenne, és ez nekem is egy ilyen kihívás. Ricsi, ti régóta ismeritek egymást ilyennel, ennek tudatában milyen volt ezt a dalt feldolgozni? Mennyire izgulsz, hogy majd ott fog ülni a kanapén és nézni fog? Hát szerintem nem izgulok jobban, mint a másik kis srác, és remélem. Meglepő volt, mikor az ő dalát kaptam, így nem is gondoltam, hogy így ez lesz, aztán a sorsnak a keze benne volt, és így tök jó a dal, srácokkal szeretjük, és várjuk, hogy eljátszhassuk. Harry, veled indul a mai show, irány a színpad! Mi pedig megmutatjuk, hogy miként dolgozott az énekes az új dalon. Térd kell, hova raktam pontot, ki térd kell, és úgy is ennyit tévedünk el. Alapból úgy álltam hozzá, hogy egy visszafogottabb, a szövegének a melankóliáját kihangsúlyozó verziót fogok ebből csinálni. Számomra azért nem volt nehéz egyébként ez a feladat, mert ennek a dalnak van két olyan dallam menete is, két olyan motivum, a bridge és a refrény, amik elég egyszerűen megegyezhetőek, fülbe mászó dolgok. Ismerősek is így minden onnan. Lehet, hogy megúszósnak tűnik az, hogy én csak egy gitárt használok ebben, de szerintem ez a dal pont megengedi ezt a luxust, hogy ne kelljen nagy zenekarra nyomni. Nagy Ricsi Kit érdekelt című dalával színpadon Harry Gonzo. Látod, megpillantjuk, mint egy felhő szék. Mégsem esünk össze, nézd csak milyen szép. Megtaláltam az állófogunk, rajta volt még egy közös fotónk. Tedd fel mellé, ha egyszerre felejtenék. Ezt, hogy merre menjünk, hogy melyik az út. Ugorjunk ketten, és túl mély a kút. Ugorjunk együtt, és holnap visszanézünk majd. Látod, megpillantunk, mint egy ferde szék. Mégsem estünk össze, nézd csak milyen szép. Minden szárcsapásra messze fog. Mindig többet mond el az, aki nem beszél. Megbotlottunk, de ki az, aki nem tért még le a jó útról? Az a kérdés, meddig mész el, ha nincsen visszaút. Megtaláltam az állófogunk, ott van rajta a közös fotónk. Társ vagy mellettem, látod úgy, ahogy senki más. Látod, megpillantunk, mint egy ferde szék. Mégsem estünk össze, nézd csak milyen szép.
minden száncsapása messze fúj a szél. Mindig többet mond el az, aki nem beszél. Kit érdekel, hogy másmit mondod? Kit érdekel, hova raktam pontot? Kit érdekel, hisz úgyis együtt tévedünk el? Kit érdekel, hogy másmit mondod? Kit érdekel, hova raktam pontot? Kit érdekel, hisz úgyis együtt tévedünk el? Kit érdekel? Érdekel, hogy másmit mondod? Érdekel, hova raktam pontot? Kit érdekel, másmit mondod? Kicsit változott a dal felépítése már, ami a szöveget illeti. Hogy tetszett az összkép, Ricsi? Engem meglepett egyébként, hogy a középrésszel kezdte a Harry, viszont egyébként ez így tök más hangulatot adott nála neki az elején, kicsit más perspektívába emelte az egészet, mint egyébként, hogy nálam kezdődött, meg szerintem a refrén neki ez az átgondolt verzió, ez szerintem tök jó, teljesen más ízt adott neki, agresszívabb az eredeti dal, egy picit dühösebb, viszont így meg egy ilyen... nem tudom, szerpentinen, napleventében megyünk egy lakóbusszal, és csak így megyünk a világ végébe, tök mindegy, szerintem ez meg így nagyon jó tett neki, teljesen más köntös kapott, tök jó lett. Volt egy szó a dalban, ami nagyon nem tetszett neked, melyik volt ez, és miért nem tetszett, Harry? Az álomfogó volt ez a szó, maga ez a tárgy, ilyen, nem tudom, ilyen, az ilyen babonás dolgokat így nem annyira szerettem meg, valahogy az így maradt, de szerettem ezt a szót most. Miért tartottad fontosnak, hogy picit változtassa a szöveg felépítésén? Azért, mert azt találtam ki, hogy egy szágitárral nyomom, szóval nem zenekarra, vagy ilyesmi, ezért úgy olyan kifejezetten nagy intrót nem tudtam, nem is nagyon akartam beletenni hangszeren, úgyhogy ezt egyébként, ami így popzenében viszonylag gyakori dolog, hogy a bridge-et, vagy a refrének így az elejét így félig, vagy egy picit így a háttérben beúsztatni, tehát azzal így kicsit így jelezni, vagy előre mutatni azt, hogy mi lesz így a számban mondjuk egy perc múlva, az egy logikus ötletnek tűnt emiatt. Szóval így ez a bridge lett az intrója a számnak. Ricsi, most ti mutathatjátok meg, hogy mind dolgoztatok eddig, irány a színpad! De előtte megnézzük, hogy hogyan és milyen stílusban állt össze az új dal a próbateremben. Áruljátok el, hányan akartok eddig erre a pedre ráülni, mert nagyon úgy néz ki, mint egy sima kis szék. Hát jó párszor amúgy megpróbálták, főleg amikor ilyen kis akusztikus helyszínen játszunk kávézóba, vagy ilyesmi, de sose engedtem. Mert hogyha ráülnek, ugye megszól. Hogy felugrana utána az ember, hogyha ráülne. Igen, rögtön megijedne, az biztos. Ricsi, te pedig mondtad, hogy azért ugye alapvetően jobban szereted a te számaidat, amikor a nulláról elkezdett zongorán feljátszani, és akkor úgy látom, hogy a zongora dominálni fog itt is? Igen, hát igazából maradt, gondolkodtam, hogy mi legyen, de azt, amikor kiderült, hogy mi a dal, akkor így minden tervem sútba dőlt. Én csináltam egy ilyen demót, egy elképzelést, hogy legyen, de egyébként meg a srácokkal együtt gyömmeljük ezt össze. Az, hogy egyedül játszom-e vagy zenekarral, igazából nagyon a daltól függött. Benne volt az is, hogy zongorával egyedül, de aztán meg így egyből hallottam rá valami pluszt, egyből bejött az, hogy így Sityú miket tudna aláhúzni, Marci úgyis majd hozza a rendes tempót, és akkor Zsömi az pedig hát majd rávakerál. Júli pedig tényleg a biztos hang mögött. Én azon gondolkodtam, hogy a végén nem kéne azt, hogy a Júlcsi tartja ezt a húhogást, és te meg fölé énekelsz? Tehát amikor újra indul a refrén, akkor elkezdenéd a hős szerepét. Hero? A Hero. Nagy Hero. Én leszek a Hero. Nagy Hero. Egy O'Sullivan dalt ad elő Nagy Ricsi és zenekara, szóljon a Little Bird! They call
are you, little bird, my bird? The sweetest days of spring. You came here on an angel's wing. Honey, so sweet it stings. They call me little boy of storm, the one that seems so wild. Put him in a cage, they say, he come down in a spring. You came here on an angel's wing, and it's so sweet it stings. They call you little boy of storm, the one that seems so wild. Put him in the cage, they say, he'll come down in a csettintettél egyet a trombita szólónál, de hogy tetszett a dal, és szerinted tulajdonképpen milyen stílusban készült? Hát szerintem legalább két stílusban készült. Az elején nem tudtam, hogy jelent, hogy ott van egy trombitás és a dob, akkor van egy ilyen nagyon, mint ilyen Elton John féle jazz pop, és összejön ezért a, nem is tudom, nagyon ilyen durva dob, több hangzásban. Vártam, hogy legyen egy trompita szóló, szóval ez nekem nagyon jó. Ez nagyon jó ötlet, ez a trompitás benne. Mondtad, hogy no pressure, de van pressure, Richie Aker, akkor ezeknek megfeleltek. Mondtad neki? Hát te mondtad. Majd ez a dal, ugye ez ilyen kb. Ilyen rólam szól, és a barátom is ilyen az összes ilyen kapcsolat, és én kb. Mondtam, hogy ez kb. Én vagyok egy dalban. Én jó, akkor elfogadom. Nekem volt egy alapötletem, pont ezek a szempölös részek, meg ezek az ilyen kicsit keményebb dobos basszusos cucc, és aztán pedig a Zsömmi pedig kicsit lágyított ezzel az egész trombitás dologgal az egészen. Szóhoz se jutott az ilyen igazából, és tudja, mit mondjon, szóval ez egy jó jel, vagy nem tudom, annak fogom fel én mindenféleképpen, és köszönjük, hogy itt lettünk. Ilyen már csak téged nem hallottunk ma, kezd is el készülődni. Mi pedig Dóri, valamint becsukkantunk a próbaterembe. Nem
nem énekeltem. Ups. Ez nem egy könnyű dal. Az első hallgatásra gondoltam, hogy ez egy jó dal. Nem mondom, hogy nem jó, de hát én kicsit ilyen bajban vagyok. Két változat van most a fejedben, ugye? Csak még nem tudtad eldönteni, hogy akkor melyik legyen. Szóval vagy ilyen csendesebb verziót csinálom, és úgy fókuszálok, hogy legyen az érzelem. Ez az egyik, és a másik, hogy valamiért ilyen 80-es évek vonal volt a fejemben, és ezt kipróbáltam, és ez nagyon-nagyon más, és lehet, hogy egy kicsit más, mint ha én vagyok amúgy. The rats, they need no dignity, they grow and grow. Szóval valami. Bingo. Egy Fran Palermo sláger, a Jeopardy szól most újra gondolt formában, és aki előadja nem más, mint O'Sullivan. Itt a produkció alatt, meg még most is egy huncut mosoly bujkált az arcodon, de egy őszinte reakciót várnánk tőled, hogy ilyen formában hogy tetszett a dal? Nagyon örülök ilyen, hogy teljesen más csináltál belőle, mint ami volt, hogy egyáltalán nem hasonlít, tehát a szövegnek is, a ritmikája is csak néha, szóval pont erre vágytam nagyon, hogy mert szerintem ez így ettől poén, vagy ettől így érdekes, és nagyon tetszett ez a kicsit Gorillaz
hangulat ezzel a torz énekkel, és ez a fajta műfaj hozzám amúgy nagyon közel áll, ezt nagyon szeretem, meg ez az ilyen monoton darálás, mint a Trainspotting zenéje, tudod, még az jutott eszembe. Szóval én nagyon elégedett vagyok. Anyanyelved az angol, de mégis nehézség volt, ugye, a szöveg ilyen, de miért? Az anyanyelvem az angol, de Harrynek nem, és gondoltam, hogy oké, nem lesz semmi probléma, és kezdtem olvasgatni, és azok ilyen, az a dalszöveg, az a dalszöveg, tehát tényleg érzem, hogy néha a hangsúly egy kicsit más, mint számítottam, de ez először olvastam, és egy kicsit ilyen mi az, anti-establishment blues, ilyen Bob Dylan-szerű szöveg van benne, és az jelenti, hogy nagyon sok imázs, nagyon gyorsan, nagyon fontos ritmus, és meg fogok halni. Mert ez volt a legnehezebb rész az egészben, de amúgy ez tök jó dal, szóval ez én próbáltam csak csinálni, amennyire lehet más, akkor legyen. Igen, köszönjük szépen a produkciót! A mai adás végéhez értünk. Velünk volt Henry Gonzo, Nagy Ricsi és zenekara, valamint Ian O'Sullivan. Jövő héten is várunk benneteket három újabb dallal, de addig is keressetek minket a Facebookon, illetve a YouTube csatornánkon. Ha vissza lehet nézni a teljes adásokat, a YouTube Music Akciában pedig akár útközben is hallgathatjátok a számokat. Vasárnap este pedig hallgassátok Kisbali Bence műsorát a Petőfi Rádióban, ahol újra elhangzanak majd az átdolgozott dalok, sőt a zenészeink eddig el nem árult kulisszatitokat és mesélnek a munkafolyamatokról. Sziasztok!